internacionális alelnökéből keleti diktátorok nyugatellenes barátja lett. Vörös csillagok előtt hajbókol koszorúkkal a kezében. Hát szép kísérlet út, miniszterelnök úr, egyik szélsőségből a másik szélsőségbe. Én azt kívánom önnek, hogy találja meg végre a normalitás útját, és felejtse el a fóbiáit, mert még nem tudjuk megállapítani, hogy a magyarokat nézi hülyének, vagy ön az. Soros egy 90 éves öreg ember. Akkor ne Sorosról konzultálgasson már, hanem kormányozzon végre, mert én elhiszem, hogy Soros propagandából hatalmat ugyan lehet építeni, de országot nem. A kérdés, hogy önnek mi a fontosabb? Az ország, vagy a hatalom? Még mielőtt miniszterelnök úrnak megadnám a szót. Képviselő úr, rendszeresen áthág mindenféle erkölcsi és jó neveltségbeli határt a társaival együtt. Okay. De vannak olyan határok, amelyeket nem engedek átlépni ebben a határban, úgyhogy ebben az a házban is ajánlom, hogy fontolja meg a szavait, mert habozás nélkül el fogom venni a szót öntől, ha még egyszer olyan kijelentéseket tesz, amit az előbb tett. Az országgyűlésben van. Az Nemeth kocsmában, a jobbikos haverjaival, és az országgyűlés által megválasztott miniszterelnök az intézte a kérdését, ha ezt nem vette volna észre. Miniszterelnök úr, a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Az első kérdésem, hogy tisztáznunk kell, hogy van még odát valaki? Noha vannak, akkor valószínűleg az önök nevében is hallhattuk, amit az előbb elmondott a frakcióvezetőjük, és miután a politikát nem ma kezdtük, az ilyen felszólásoknak megvan a sajátos értelmük, hivatásuk és funkciójuk. Ami ma történt az országházában, az nem más, mint hogy a Jobbik vezetője esküdtett Soros Györgynek. Gratulálok! Ami a kérdést illeti, tisztelt képviselő úr, az a helyzet, hogy megfigyeltem, hogy bár általában egy kérdést szoktak föltenni a képviselők, ön azonban általában legalább fél tucatot is föltesz. Azt is megfigyeltem, hogy ezek a kérdések nem állnak egymással logikai kapcsolatba. És azt is észrevettem, hogy nem érveket sorol föl, hanem leginkább kiabál és gyalászkodik. Az is föltűnt az elmúlt fél év során, hogy rendszeresen nem mond igazat, szeret valótlan tényeket állítani és valós tényeket hamis színben föltüntetni. De ami leginkább felkeltette a figyelmemet, hogy mindezt rendkívül faragatlan beszédmódban teszi. Szeretném fölhívni a figyelmét, hogy ön ül, ahol ön ül, az ellenzék, a magyar ellenzék helye az olyan nagyszerű embereket tudhatott magának, és olyan emberek foglaltak ott helyet, mint Aponyi, Bajcsi vagy Nagyatádi. Próbáljon fölnőni hozzájuk. Ismét képviselő úr, a szó. Milyen sértődősek ma tovább, miniszterelnök úr? De akkor konzultáljunk. Képviselő úr, öntől elvettem a szót, érzés leülni. Megmondtam, figyelmeztettem, és tudom, hogy provokációként csináltam, amit csinált, de hát ez a dolgok rendje.